hogy te! Azt mondtam! Azt mondtam! Ők is megitték! Megverték, aztán kiengedték! Hajnalban! Egész nap nem tapott enni! Aztán hajnalban megitték, de előtte megverték, és minden pénzét elszedték ezek! A pénzt azt elveszik! Hát szerintem ezért csinálják, kinézik maguknak, hogy na, ennek van pénze, ezt lefogjuk egy napra, és lefogják. Na, nem szeretem, ha vernek, engem ne verjenek az Isteni. Akkor ne pofázz annyit, és pár pofonnal megúszok. Jobb lenne, ha túlessék rajta. Minden áldott a páron. Na, most jönnek értem. És nem jönnek. Jó. Örülj neki. Én azt hiszem, hogy ha egyszer már bevittek, akkor többet nem visznek. Engem már háromszor vittek be ezek. Állj, mit szórasz? Szüzanyám! Mert ezek csak úgy, balálomra. Ezeknek mindegy. De azért a feljelentés az számít. Persze, hogy számít. Mert ki jelentene föl engem? Engem? Alázatos tiszteletem az uraknak. Szabad érdeklődöm, ez itt a villai lengyel színház. De miért? Mit gondoltatta, mi ez? A nagy szibériai tajga? Hát én csak benéztem ide. Gondoltam, ha ez itt a villai lengyel színház. Megnézem magam. Hát csak nézem meg jól, pár év múlva összedől az egész. Lesz nagy csattanás, lesz nagy puffanás. Ha arra számít az úr, hogy kap valami munkát, akkor kár is fáradnia. Csődbe ment a színház, ura! Nekünk már nincs ahova mennünk. Mi is csak úgy vagyunk itt régi rossz szakásból. De ha az úrnak van valami mestersége, próbálkozzunk máshol. Másik országban. Hely, holnap tovább utazom. Adnak valamit ma este megnézném. Hát látni ezt a sürgés forgás? Ha mindig ez van primőr előtt. Premier! Azt mondtam. Nem azt mondtam. Nem lesz előadás este, mert nem jött meg a művész. Az úr lengyel. Tudja, ki jött volna? Tudja, kinek lett volna ma premierje? Az. Maga! Boguslavski! Boguslavski! Azt mondtam! De nem jött meg! Helyébe én se jönnék! Hát egy Boguslavski, ez nem való ide. Tehát. Tudja, ki az a Boguslavski? Hát, valami nem. A legnagyobb lengyel színész! Ő, ami Melilli! Molière! Kocbunk és Talmák egy szemében! Jó, igen. Varsóban játszik, ura! Varsóban! De oda menjen, hogy a színházat akar látni, mert ezért! Ott már évek óta dúl a háború, Boguslavski körül, ezzel vannak tele a lapok. Igen, mert ki akarják készíteni. Hát elő nem hagyja magát. Hát nem hagyja magát. Erő nagy színész, uram. Hát ilyen máshol nincsen, sehol a világon, csak Varsóban. És ide jön Villába játszani? Hát a direktor szerette volna, meg is hirdette, hogy fellép állunk Boguslavski a este. Hát az ő nevére mindenki bejön, akkora híre van. Hát én rögtön mondtam, miért volt ide jönne? Hát amikor mehető Párizsba, Pécsbe, Pétervárra. De nem így. Mert ő lengyel színész, uram. Neki Varsóban a helye. E-E-O-A-A. Tudja, mit csináltak vele, amikor a cár megverte a pólót? Elvették a színházat. Azt hitték, ezzel kész vége. De nem ismerték ezek, Boguslavski. De nem jön ide. Nem jön ide? Nem. Na, két napja itt kéne lennie, ma este lenne az előadás. Ma este? Ma este. Micsoda? A Tartüff. A Tartüff? Valami angol darab. Vagy német? Nem német, azt is ő fordította, mert minden jó darabot ő fordított, meg így, mindenfélét, operát, meg minden. Hát úgy volt, hogy a saját operájában lép föl. De nem engedték. Nem engedték? Nem. Illetve hát ezt mi nem tudhatjuk. Hát akkor talán azért nem jön. A direktor megírta neki, ez biztos, ezt mondták, de nem kapott választ. Megsértődött, hát egy Boguslavskival ezt nem lehet csinálni. Neki még van önérzete, uram. Neki még van. És ez a darab, ez a... Tartüff. Tartüff. Meg van hirdetve már? Meg hát. Este ide a sok nép, az semmi. Pedig mennyi jegyet eladtak, többet, mint ahányan beférnek.
És nem lesz előadás? Nem lesz. Hát szerintem lesz. Hát megtanulták a szöveget. Szerinted a szöveg tudás? Hát egy hete magulják. Szerintem a Diri fog beugrani. A direktori színész. Hát csak nem akkora, hát nem olyan. Amúgy nem rossz ember. Hát csak nem tud akkora lenni. Úgyhogy lesz valami előadás, nehogy visszakérjék a pénzt. Így is vissza fogják követelni. Botrány persze lesz, nem mondom, mert a direktor már két nap készít vállatába, de két napja legyen Boguszlavszki a mester. Így el, nekünk is nagy szó lesz ez. Mert ha jönne, akkor megkapnánk a múlt havi pénzünket. Ha az egészet nem is. De valamennyi. És láthatnánk. A mestert. De nekünk ez nem jár. Ez itt, uram, a sötét provincia. Itt már sosem lesznek csodák. Robert! Tígyúra Robert! Jó reggelt! Robert! Tígyúra elmúlt! Jó reggelt! A direktor! Ideges! Minek ordibál? Most minek ordibál? Úgy sem lesz előadás, akkor meg minek ordibál? Szeretem próbálni. De minek ordibál? Próbához! Egészen be van dagadva a torkom, húzom miatt. Hol a fenébe van ez a sugóasztal? Be van dagadva. Ha hol az Isten haragjában van ez a sugóasztal? Van próba, gyerek. Jókolom. Le kell húztam. Mondtam a direktornak, elfogadom. Biztos, hogy belemegy. Igen. Ludvika, változik a végszavad. Úristen. Ez így nem megy. Ez így nem fog menni, kérem. Tűnhetetlen. Robert! Igen? 10 óra régeség elmúlt. Áll. Miért nem próbálnak? Gondoltam, amíg a direktorunál benn vannak azok a... Nélkülem is lehet próbálni. Maga ne gondoljon semmit, maga nem azért kapja a fizetését. De gondoltam, hogy csak megvár. Maga ne gondoljon semmit! Egy teó. Mindenki megvan? Gondolom. Meg! Akkor kezdjük. Ember, mit állt? Kezdjük már! Na, honnan kezdjük? Elsőnyi felvonás, első jelenet, egyszer szereplő. Függöny, felment! Ez itt egy kuplerály már, na. Tessék! Egy bábel, egy felvonás. Fertő, egy komplett Vismajor. Megtetszettük a kedves mamát társérteni? Nem hallom. Megtetszettük a kedves mamát társérteni? Hogy meg-e? Meg, ha már azt kérdez, meg-e? S te csak menjem engem, ne kedves mamázzál, ha a véleményed, hogy kedves... Márcsej! Maga kicsoda! Alázatos tisztelt. Maga kicsoda! Mit keres? Azonnal takarodja kifelé, elegem van magukból. Kérem, üres. Elegem van! Ezt mondjuk meg csak, érti? Összes pecsét rajta van, ma reggel is kaptam neked, nézze meg ezt, a tárgyat látja! Itt valami félreértés forog fenn. Én nem erre szerződtem. Én a saját operámra szerződtem, direktor úr. Boguszlavszki! Vojcsák! Ha nem csalódom, Krehorovicsovna művésznőhöz van szerencsém. Én nagyon sokat hallottam már magáról. Örülök, hogy személyesen is megismerhetem. Boguszlavszki, milyen öreg! Maga se lett fiatalabb. A mester! Egy pillanat, igen. Hogy úgy mondjam. Igen, természetesen. Tessék. Na, tehát mit álltok házunk itt ilyen feszélyezetten, gyerekek? Ha már itt vagyok, próbáljatok nyugodtan, ha már itt vagyok, végignézni. Azt, hogy végignézi? Ma este játszani fog. A tartófőt. Hát, te minél. Én ugyanis ebben a levélben az áll, hogy a saját operámba lépek fel,
Holnap? De hát én megírtam, mit szólom, én megírtam, csak maga, a mester az nem válaszol. Ez az utolsó levél, amit kaptam. A posta! Isten várja meg őket! Miért nem zárgom a politikot? Mester, ki van bankátozva? Itt lesz a gubernátor. Minden széken ketten fognak ülni. Könyörgök, mester, vállalja el! Mester, kérem, vállalja el! Vállalja már el! Mester! Kérjük! Ma este? Nem lehet elhalasztani, hát maga a gubernátor. Nem. Én játszottam mondatát, hogy itt a mester. Nem fog menni. Tehát mester mindenre képes, tudjuk! Nem. Nincs rá szerződésem. Robert, ugye Baron is írott egy szerződést. Robert, várjon csak. Itt az áll, hogy a két fellépésért összesen kapok... De nem érvényes! Nem engedték. A mester játszott, de hát az operája be van tiltva. Én azzal érveltem, hogy a mester operája kibékülés szorgalmazza. Hát itt nem lehet, mert a lengyel orosz viszonyról szól. Én azzal is érveltem, hogy az ön operáját Varsóban mindenki látta, a nagyherceg, a cár is tapsoltak. Tehát itt nem lehet azt, hogy Varsóban, igen, itt erősebben cenzúráznak, nem én keltek róla. Hogy a két fellépésért összesen kapok 2000 zlotit. Már most a Tartuffe csak egyszer megy, igen. A szöveget se tudom. Ez direktor úr beugrásnak számít, hát most mondják meg, érdemes ezt nekem vállalnom? Hát szerintem nagyon is. De én az előző 2000 zlotis ajánlatra is azt válaszoltam, hogy nem. Nem kaptam meg, esküszöm. Hát sajnálom, próbál, ne fáradjon, direktor úr, próbáljanak nyugodtan, és ha megengedi, én nézem. Hogyan nem tudja a szöveget? Hát ezt nem állítom, hogy Molière úr darabja ismeretlen a számomra, és soha nem játszhattam. Varsóban is cenzúráznak időnként. Ez a maga fordítása, mester. Az enyém? Én fordítottam volna? 28 éve nálam van a kézirat. Én loptam el Varsóban, amikor a mestert akartam látni. Maga? 28 vagy 30 éve talán. És tényleg én fordítottam? Nem, a jó Isten. Nagyon szép szöveg. Mindegy, akkor se játszottam. Mester, nem is sejti, hogy mit jelent ön a bírnagy lengyelek számára. Soha nem vettek egyet ennyien. Soha. Én itt a csőd szélén állok. Borzasztó nehéz egy ilyen színházban. Nehéz, nem? Lehetetlen. De soha nem adhatok igazán jó darabot, mert nem engedi a cenzúr. Csak azért vagyunk még, mert lengyelül játszunk. Ön sokat jelent, mester. Rengeteget. Mindent. A lengyelséget, amely cserben hagyott minket. Ön nem is sejtheti, hogy milyen izgatottan vártuk. Oda hátról. Az anyaországban. A nagy Bogusztász, a lengyel színház atya. Mi meg nem hagytunk, hogyha földünk elrabolták, visszaszerzi kardunk. Avatáig, Krisztuláig szabad lesz a lengyel. Bonaparte álma válik, kedve győzelemmel. Zászlóra koncsíts, hadd ne vagy vezérünk, népünk közben. Gyerekek! Inkább kérlejétek. Mester, én gyermekkorom óta arról álmodozom, hogy egyetlen egyszer majd önnel léphetek fel. És most itt van. Tőlem sóhajtásnyira. Játszik velünk! Velem! Mester! Könyörgök! Én nagyon tehetséges színésztő vagyok. Milyen bájos! Kérleljétek! Mester! Tudom, hogy én vagyok itt a legfiatalabb. Úristen! Úristen! Mester! Nem lehet olyan nagy dolog az ön számára egy ilyen beugrás. Úgy hírlik, már bocsánat, hogy ön sose tudja a szöveget. Hát úgyis a súgó után tetszik játszani. Úgy hírlik. Mondtad a mester Molière helyett akármit. Akármit nem! Hadd mi áthidaljuk. Legalább fél tucat illetül majd a nézőtéren példányal a kezdőben. Nem lehet más mondani, ez van jóvá hagyva. Egy-két ilyen át kellett írni.
A vallást nem szabad bántani. Tehát a vallásról el sem hangozhat. Sizsanyám. De egyébként maradt az egész szöveg. Ha bele tetszem a pillantani. Kérem, mester. Tanulok. Gyertek. Kéreti magát, csak felveri a saját árát, játssza csak a direktor. Mivel fogja be a pofáját, hogy kirúgom, hallja? Mit könyörögök itt neki térten állva, még a maga az atya úr is felelne, és akkor is meghalászunk. Igazat mondta, fiatal. Itt tényleg csak több pénzt akarok. Ha már ennyit zöcskölöttem a postakocsim, egyetem. 3000-ért megcsinálok. 3000. Uram, tudja, mennyit kap nálunk egy vezetőszínész havonta? Hát 800-at, uram, 800-at. Ennyit nem kap a vezetőszínész. A többiek meg ennél kevesebbet nem kapnak. Én erről nem tehetek, kolléga úr, ne hívtatok volna vendéget. A művészetet meg kell fizetni, én ugyanis ebből élek. Nem szép a mestertől, hogy zsarolni tetszik. Tehetek más, asszonyom, én magukat soha nem láttam játszani. Lehet, hogy tehetségtelen az egész banda, és én magukkal együtt megbukom. Akkor legalább fizessenek. Mennyi a bevétel, fiam? Teljesen el vagyok adósodva, hallhattak. Kénytelen vagyok visszatartani a gázsinkat. A ma esti bevétel mennyi? Ezt így hirtem, nem tudom. Tudod te azt, fiam, nem olyan kicsi ez a színház. Ha minden széken ketten ülnek, te mondtad, akkor azt kérlek szépen... Megmondom a 2000-et! Matej! Add meg neki a 3000-et! Ma! Robert! Kidasson szerződést 3000-ről! Na! Most hova megy? De csak van valahol itt egy szálloda. Szeretnék lepakolni, megtisztálkodni. 2 napja utazom. És a próba? Ja, a próba. A szöveg. Itt van. Tessék, kezdjétek el nyugodtan a próbát, én úgyis csak a 3. felvonás. Boguszlavszki, ez a vím. Ez? Nem is olyan magas. Hát ez jó, hogy nem hagyták énekelni, ennek semmi hangja nincs. Rogoszki! A te ordon kabátodban fog játszani. A farokkal készüljön. Ne gyerszik! Akkor meg terítsenek egy nadrágot. Kezdjük! Gond! Fuss! Az én kabátomban? A krimiben játszok? Amiben a kocsát? Ebbe a díszletben? Beleolvadok. Nagyon megnyerő leszek. Ja. Maga pedig húzza. A te kabátodban! Az enyémben nem! Maga pedig húzza a végig tárgyú szövegét. Végig fogja neki súgni. Minden egyes sort. Érti? Érti? Kezdjük! Robert! Elment a szerződésért. Kezdjük már! Gond! És mindig ilyen? Picike! Gond! Szerintem nyugodtan lemették a kocsmába. Na? Visszajövünk egy óra múlva, és elkezdjük vele a 3. felvonást, ha már vagy egy hete próbálunk. A könyökünk jön már ki. Na, gyere, ígyunk egyet erre a kecsét. Igazán ránk férne. Na. Ide, jó. Azt mondják, hogy kicsit. Egy nagyon kicsit. Beleolvadok. Ki fogsz rajdogni? Nem baj. Az én kabátokban már jól eszek. Tapua, alma. Hát ez egy madár ijesztő. Micsoda, egy kappa hangja van. Lehet, hogy mindig ilyen volt neki. A 3. a 7-esben a csap az... Lehet, hogy ez nem is a nagy Boguszlavszki. Hm? Az nem ilyen. Nekünk egy másikat küldtek, ezek. Ez nem az igaz.
mi? Zöllel kínek és testének erejét, és áldja még életét úgy, ahogyan kívánja Isten híveinek alázatos parány, ó, bárcsak azt tudom, megőrizni az ég az ön testének, az ön lelkének és testének erejét, és megáldja, és áldja meg életét úgy, ahogyan kívánja Isten parány. Áldja meg életét úgy, ahogyan kívánja Isten híveinek alázatos paránya, ó, bárcsak azt mondjam, megőrizni az ég az ön lelkének és testének erejét, és áldja meg életét úgy, ahogyan kívánja Isten parány. Mi baj? Elveszted van? Nem, csak a példány. Kiesett a kezemből. Elárulná, hogy miért ordított annyira? Hogy én? Ja. A másik énem. Nekem is van egy darab. Csak nincs megint. Jaj. Ötlet. És abban ordiválnak ennyire? Igen. Hát figyelemre méltó darab lehet, ha majd megírja. Én nekem a szívverésem is megállt egy pillanatra. Ez a célja. Ugyanis minden tükör. Körös köröz. Csupa tükör, nincs is más. És ez a díszlet. Csak tükrök, nincs külső világ, csak az emberi. Tud követni? Igen, eddig még sikerül. Mindenki tükröződik. Egy darab. Mert egyszer csak az egyik szereplő tükörképe kilép a tükörből. Ugyanaz a jelmez, ugyanaz az arc. És élni kezd. És azt éli, amit az eredeti alak valójában gondol, amit érez a lelke mélyén lett belőle, mert mindenkiből kettő van, érti? Értem. Egy jó és egy... Értem? Senki nem tudja, hogy melyik tükörképen hogyan kell. Hogy mit lehet neki mondani, irtózatos kavarodás van. Mindenkiből kettő van, és ők is tükröződnek a tükrökben. Nagyon érdekes, miért nem írja meg? Ezt. Hogy erről ne vasson. Na, nem az enyém a színház, én már csak színész vagyok, nem pedig direktor. Na, nem, te na, nem. Maga a színész? Olyasmi. Csak nem szeretek venni. Én inkább az egészet szeretem. Elgondolni. Aztán, ami lesz belőle, meg ahogy ezek itt előadják, az valami borzasztó, de... Írj, mester! Vagy nem is tudom. Nekem valahogy... Megjelenik az írót szó, kétegben. Jó, ez valami jelest. Előfordulhat. Mondjad, maga tényleg jó színész vagy? Állítólag. Maga mit játszik a tárgyatban? A rendőrbiztost a végén. Aki hozza a Deus Ex Machinát, a király kegyét. De szar szerep, hogy ezt hogy gyűlölöm. Kazsici, a direktor. Azt mondja, legyél kockiás, meg daliás. Jó instrukció, mi? Hát egészen pontos. Sok sikert, mester! Sok sikert! Mester! Az én kabátom talán jó lesz önre. Jó, köszönöm. Felpróbálod? Mondd csak! Milyen ez a fiú? Ribák? Aha. Habókos. Nem szereti a színészeket, van valami magasabb szempontja. Aha. Fiatal. És te vagy itt a Szabó. Hát, ha kell, akkor Szabó is. Egyébként színművész vagyok. Nyegyelszki. Boguslavski. Miért? Ó, hát itt nincs jelmeztármester, csak a saját ruháim. És nem kár ez itt a szép tovább? Majd én is összemegyek, mester. Itt nincsenek szabunk, elmentek. Összesen van egy díszletezőnk, festő sincs. Úgyhogy a díszletet is saját magunk festjük. Volna szíves megfordulni? És meg tudtok élni? Megélni? Megélni. Azt nem. Legyen szíves, vegye le, és ígérem, hogy estére meg lesz. Köszönöm szépen. Nem, mester. Köszönöm. Felhívnám szíves figyelmét az ügyelőnkre. Besugó. Egyébként nagyon erélyes és fontos ügyelő, hasznos, mondhatni nélkülözhetetlen tagja a társadalomnak. Az én
lelkemre is. Nagy boldogság terül. Nagy boldogság kerül. Az én lelkemre is nagy boldogság derül. Így együtt lehetünk kettesben egyedül. Az én lelkemre is nagy boldogság derül. Hogy együtt lehetünk kettesben egyedül. Lekötelez, uram, e jámbor óhaja. Kényelmesebb, ha leülünk oda. Beszélni akarok önnel, uram. Titokban. Jó, hogy most e helyen tárgyalhatunk nyugodtan. Az én lelkemre is nagy boldogság. Többiek? Elmentek, voltak itt egy páron, aztán elmentek. Maga nagyon csinos. Én vagyok Kaminska. A villai csillag. Vigyen el innen! Vigyen el Varsóba! Ha még enyém volna a színház. De kár, hogy ő mennyire vél. Ön engem már nem fog elvinni innét. Ez itt maga a nyomorúság. Félre ne értsen. Engem itt irigyelnek. Joggal. Férjem van. Színész. Szeretőm van, a direktor, aki minden főszerepet rám oszt. Kegyeimért cári tisztek versengenek. Én még a gubernátor bájára is elmehetek. Egyedül én nem szűkölködöm itt. Már vettünk két házat a férjemmel, kiadhatjuk, életünk végéig elélhetünk. Nem tud elvinni innét? Nincs színháza. Kár. Látja, önhöz is csak azért vagyok őszinte, mert hát, ha belém szeret. Egy vén ember utolsó fellángolásával is elviszi innét. Hát nem maga a nyomorúság. Egy rozzant aggastyánt akarok elbolondítani én. A viruló ifjúság. Maga nagyon rafinált leány. Szeretem az ilyet. Tudja, mi a borzasztó? Itt nem kell jól játszani. Nem kell, nem is lehet. Itt még szépnek sem kell lenni. Elég, ha a színpadon lengyelül beszélünk, és a közönség már is könnyben úszik, és véresre tapsolja a tenyerét. Itt nem kell a jó színész mester. Na, ez a borzasztó. Én azért jöttem ide, mert Varsóban fél éves lakbér hátralékom van. Most majd kifizetek 4 hónapot. Én már nem vagyok a nagy Boguszlavszki, én egy árny vagyok, egy kísértett. Aki csak azt nézi, hogy honnan rabolhat több pénzt, a maradék tolvaj ösztönével, ahol engem még sose láttak, vagy nagyon régen, ott még megfizetnek, ott is csak egyszer, amíg rá nem jönnek, hogy mi vagyunk. Tudja, amikor megtudtam, hogy ön idejön, én hetekig boldog voltam. Megint tudtam reménykedni. Legalább volt néhány boldog hetet. Hát persze. Szerelem. Mely az örök szépségre gerjed, nem tiltsa. Köszönöm. Ma múló széphez vonzó szerelme. Érzékeinket is könnyű. Tanuljon csak, mester! Menni szöveg! Jó szerep ez a Molière! Az Isten műve, a tökéletes remek. Tánca vagyok, mester! Színész! Boguszlavszki. Tudom, tudom! Még mielőtt a többiek rájöttek volna! Én már legbelül éreztem! Nagy tisztelőre vagyok álló mesternek! Aha! Habár élőben még nem láthattam játszani,
De otthon... otthon őrzöm a kritikákat. Még néhány metszeten is van a mesterről. Többiek nyilván jöttek már udvarolni. Össze. De nekik egyetlen egy metszetük sincs. Csak úgy mondják. Na. Bocsánat, Orbán úr, de meg kell zavarnom, mert a fenyegető veszély rá kényszerít a gazember, aki sokáig csalt önt, most fejedelmünk elég kihallgatásra ment. Ment, mondt. Fejedelmünk elég kihallgatásra ment. Jó darab. S ha önre néztem a halandó földi bájban, a természet örök teremtőjét csodáltam. Különösen a fordítás tetszik. Kár, hogy nálunk nem lehet kiosztani. Például Orgon szerepét se lehet például. Nem. A direktor Rogowskira osztotta Orgon szerepét. Rogowski, mint Orgon, elképesztő. Maga jobb lenne? Nem azért csak... Na, hát akkor minden rendben van, ne? Én csak azt akartam mondani, hogy itt nem lehet. Nem. Tehetségtelen vagy, alkoholista mind. Csak azért mondom, hogy a mesternek ne tessük majd így hozzászokni, hogy így... Mármint, hogy a mester az nem ehhez van hozzászokva. Úgyhogy majd ne tessék meglepődni, hogyha nem lesz egyetlen egy partneresen. Meg nincs próba. Nekünk. Ugyebár nincs közös jelenetünk. Ez a legkülönösebb az egészben. Ez a próba. Na jó. Beszíltál, mi? Vannak még próbák. Még semmi értelme az egésznek. Mi mégis próbálunk. Játszunk valami szart. Magoljuk a szöveget. Kiállunk, gesztikulálunk, hangokat hallatunk. Elittad az eszedet, az a baj. Nem ittam el eléggé, az a baj. Mindegy. Ám az vele. Én nekem már mindegy, mert én már kihúzom, eddig muszáj. Csak az egész ez. Akkor elkezdtem a pályámat, még meg volt Lengyelország. Aztán elveszett. De voltak még illúziók. Felkelés, Napóleon, a háború. De most már nincsenek illúziók. Nincs illúzió, mester. Elviszik az embereket. Csak mert lehet. Egy napra, kettőre. Csak be más az anyanyelvű, másképp etjük a keresztet. Ez sem volna baj. Csak az, hogy nincs egyetlen apró, gügye, illúzió sem. Azt nincs. Sajnos önök odátvarsóban nem tudják, mester. Nem azt mondom, hogy ön. Hát minket az anyaországból senki sem segít. Le vagyunk hívad. Le vagyunk rajta térképen, nem? Nem én szignáltam a Szent Szövetséget. Házasodnak, válnak, csalnak, hazudnak, isznak, pofozzák egymást, acsarkodnak. De még ez se volna baj. Na te beleőrülnek! Ha lenne valami ezen... Akkor nem kellene beleőrülni. Feleségem is. Ő játszódott itt. Hát mindjárt jön. Volt egy fia első házasságából. Beállt a seregbe, és elesett. Visszavonuláskor. 17 évesen. Egy kölyök. Ez tragédia. Igen. De ez nem természetes, hogy nem tudja kieverni. Éjszaka álmában a fiát hívogatja. A harcmezőkön jár hullák között. Négy-öt évvel ezelőtt még lehetett volna gyerekünk, de nem akart, mert nem tudott, mert félt. Visszajön a fia, és mit szól egy féltestvérhez? Ez nem természetes. Mindegy, nem az, mert én nekem már minden, mert én kihúzom, ameddig muszáj. Na de ezek állítólag, ezek még akarnak valamit. És akkor az van, hogy fejlengetik egymást, meg acsarkodnak, gyűlölködnek. Nem rosszaságból, nem. Hanem mert nincs illúzió. Nincs jövő. Mert el... Maga
is csak ezért lehet itt, mert maga a múlt, amiben ezek az őrültek belekapaszkodnak. Egy ilyen csontvázba. Miért? Nagyon jó bőrben van a mester ahhoz képest. Nagyon, nagyon. De hát ő nyilván nem iszik. Na, de azért előfordul. Nem, én nem szoktam. Minden reggel 2 órát futok. Na, kedvem én. Nincsen jövő, mester, nincs. Na, mindegy. Hát, nem szoktam én beszélni. Valahogy mindenki ki van borulva, hogy itt a mester. Jön valaki? Ne, én csak egy vendégjátékra szerződtem. Úgy látszik, hogy rám is hatott valamennyire. De semmi többre. Ja, igen. Persze. Tudom. Csak ugye ez magába szívja az embert. Befalja. És nem eszi. Gyerekek! Ilyen még nem volt. Már délelőtt megjelentek a jegyüzérek. Eltenyek, hogy megjön Boguszlavszki. Fogadok, hogy ezek estére még a csendőrséget is kivezényük. Aztán szép tisztes unalomba folyik le az erőnek. Nekem ehhez jó orromban. Jól van, Szkivicki? Lesz itt még patrányba este? Se testem, se lelkem nem kívánja. Ó, nem attól függ, mester. Magának magyarázzam. Én például érzem, hogy ritka zseniális leszek ma este. Én meg folyton belesülök. Ha nem azt számít, mester. A személyiség. Csak a személyiség számít. És életemben szerettem volna eljátszani a tartipot. Soha nem engedték. Most eljátszhatom, mert én vagyok is veszélytelen, így aztán valahogy örülni sem tudok igazán. Én vagyok is veszélytelen, így aztán nem tudok örülni. Ha-ha-ha, mesternek lappal álltam! De mondja, hogy van az, hogy itt Vilnában szabad, amit Varsóban nem? Mester, bennünket itt ajnároznak, a tenyerükön hordanak. Tejbe bajban. Folyton azt követelik, hogy játszunk valami merészet, valami... Forradalmit! Forradalmit! Itt Vilnában tévedés is lehet. Nem olyan műveltek és okosak ezek. Hiba lenne túlbecsülni őket. Á, napokig törte a fejét néhány felelős férfi. Ezek is tévedhetnek olykor. De ekkorát, remek művet engedélyezni, furcsa. Mester, te más volt az emlékkönyvembe. Vagy jó. Én leszek az első? Igen, tudja még, nem járt nálunk ekkora. Mindegy. Jó. És lehetőleg rímekben. Mi van? Megjött már! Úristen! Tessék felolvasni! Azonnal tessék felolvasni! Amíg nem szállt meg! Tiszta szívemből kívánom, leányom, igen, hogy minden óhajodat adja meg az ég. Ez így van. Mint Vilnában ma este teljesül az álmom, és eljátszhatom végre Tartüff szerepét. Jaj, de szép! Jaj, de szép! Mester! Mester! Egy erekét, ha a bátorkodhatom kérni. De momentán semmi nincs éppen nálam. Na bármi! Bármi jó lesz, csak a mesteré legyen, kérem szépen. De lányom, ne! Hát. Kérem, azért szerencsétlen életem. A hűség jutalmát. Én a színházért mindent adok, mindenemet. Lányom. Itt élek egyedül, nyomorgok, hát ez nem panasz, mert ez a sors. Jaj, bocsánat. Tessék. Gomb! Köszönöm! Gomb! Boguszlavszki úr! Gomb! Boguszlavszki úr! A szerződés! Gomb! Asztal! Gomb! Lócát! Adott!
a pénzt előre kérem. Most? Most. Robert! Addig is Bogusławski úr, kérem engedje meg, hogy bemutassam a társulatot. És a szereposztást. Kreorovicsov nasszony, a darabban ő lesz Perner asszony, Orgon hajnak. Rogowski úr, ő alakítja szegény Orgont, aki elvakult Tartuff árványkodás. Kamiszka asszony, társulatom éke. Minden színházban ő lenne a kedvenc. Ő játsza Elmirát, Orgon második feleség. Drága feleségem, Elmira! Orgon fiát Kaminski úr játsza. Kiváló jellemszínész. Komikus szerepekben is megérdemelt sikerparat. Fiam! Keblemre! Marián Orgon lánya szerepében a fiatal és szép remény. Miért nyomszka kisasszony? Úristen! Aztán jól viselkedj lányom, mert ahhoz mész férjhez, akihez adnak. Valér a szerelmes, a damszel. Megbízható, törekvő, szorgalmas. Skibinski úr, nagy múltú, tapasztalt művészünk játsza. Orgon sógorát Leánton. Nem mondsz, úgy. Skibinska asszony, a felesége játsza Dorint, a szolgálóját. Dori! A lojális urat, aki a darab végén jön, mint törvényszolga, a Negyelszki úr adja elő. Aki operaénekes az indul. Üdvözlöm, uram! De nálunk nincsen opera. A rendőr hadnagyot, aki a darab végén a király kegyét hozza, Ribák úr játsza. Drámát, titokban. Tessék. Ez ráért volna, mester. Kezdhetjük. Mester, megint egy pillanatra. Harmadik felvonás első jelenet. Damis Dorin, Skibinska asszony, Kaminski úr. Direktor úr, ezzel mi legyen? Tartsa meg! Köszönöm. Függöny felment! Mit mondtál? Az apám! Tárkifőz barjad! Tudod, mikor hagyom! Most még a húgom is, nem elszállasztok. Tökét fogom! Kérlek, ne fogd el vissza! Miért tűnne? Az, hogy kérlek szépen, nyugodjál le! Micsoda beteg ötlet, tényleg elvette apám eszét az én! Elvette, visszaadja, ismeretlenül. Mondd egy hülyeséget, aztán szígyenében adjon vissza a szívnál. Te fújja a szintja fesz. Itt már elviszik, nem kell komolyan venni. Ezt nem kell komolyan venni. Majd legyen a húgom férje, soha! Tudod? Na hol van? Itt az apám az oldalon. Csak eladva neki mindent. Mit kell adnod neki, szétugni a Thank you.
menjen! Maga haszontalan! De én! De te! Bogusławszki úr! Jobbról jön a mester! Már elrakhatod az orsó szőrcsuhámat! Már elrakhatod az ostor? Itt valami nem stimmel, vagy rosszul emlékszem? Itt még valakinek be kéne jönnie. Ja, Tártus szolgálójának, a kiústuk. Igen? Persze. Ebben az egyetlen jelenetben jön, mert is már soha többet nem kerül elő. Nincs is rajta a szereplő listád. Még Molière is megfeledkezett róla, hajnosság. Megkérhetném ezt, hogy kezdjél? Édes fiam, te azt hiszed, hogy Molière bármiről is megfeledkezett volna? Beír egy néma szereplő! Véletlen! Eltűnöttél te egyetlen pillanatig is, hogy ki ez a szolga, aki mások nem jelenik meg? De hát semmi szerepe sincs. Ott is van egy néma szereplő. Hocskó úr! Gyertek! Hocskó úr a Vilnai Lengyel Értelmiség vezető alakja. Ő írja a színi kritikákat. Kitűnő tőle van. Többek között. A próbára is beszoktak ülni páran. Olya, én a próbákon is nagyon szeretem a közönséget. Édes fiam, ez a Tartuffe. Ez nem egyedül van, hanem van neki egy szolgája. Említik az első két felvonásban. Hiába nincs szövege, ha egyszer ott van. Megjelenik? Nem! Egyáltalán! Ki ez a Tartuffe, édes fiam? Hát, aki megvan írva. Egy ászat. De honnan jön ő meg az úgynevezett szolgája? Honnan tudják, hogy éppen Orgonnál van keresni valójuk? Tartuffe véletlenül találkozik Orgonnal a templomban, erre szöveg van. Igen, a Orgonnak megtetszik Tartuffe. Áltatosság azért magával viszi az otthonában. Véletlenül! Egy drámában! Orgon egy üldözött barátja iratait rejteget. Árgasz, barátom én! Igen, igen, egy kazettában és fél, és elárulja a titkát Tartuffe-nek, aki pedig vissza is él vele. Helyes! De honnan tud a ládikáról a kazettáról, Tartuffe? Én adtam át neki, miután befogadtam a házamba. Igen, korrigor, Orgon fél, és később Tartuffe-re bízza a ládikát. De mi van előtte? Honnan tudja Tartuffe és társa, hogy Orgon fél, és a félelmét kihasználhatják? Értem, mire célozz, Bogusławszki. Nem kérem, ez nincs benne a darabban, ezt visszautasítom. Mert hogyne volna? Éppenséggel ebben a jelenetben. A néma szolga, egy másik Tartuffe, aki szintén tudja, hogy miért fél Orgon a királytól. Ezért mi az ő is, csak hát éppen nem szereti annyira a nőket, mint Tartuffe. Ez rossz szándékú belemagyarázás. Igen? Zseni volt Molière, ha szabad érdeklődni? Az hát. Akkor tessék megadni neki a tiszteletet, és tessék figyelmesen elolvasni a darabját. Mindig ez van. Hanyagság! Amit nem érünk fel észre, az rögtön a zseni hanyagsága, mindig ez van. Mindig ez a sok buta ember. Bejövök én itt némán, csak játsszál valaki a végén a rendőrbiztos. Senki nem jön be szóba! Ez a darab. Ez nem a titkos rendőrség magánakciójáról szól. Itt én vagyok a direktor! A színház az enyém! Ne légy ideges, fiam. Mi dramaturgiai kérdésekről beszélgetünk, felesleges ide politikát keverni. Én nem ragaszkodom semmihez, ahogy akarjátok, fiam, a pénzedért, fiam. Azt csinálom, amit kérsz. Mehetünk. Már elrakhatod az ostort. Jobb lenne, hogyha Tartuffe némá jönne be, meglátná a mellemet, aztán rögtön azzal kezdeni, hogy födjen be. Helyes, helyes! Hát akkor húzzuk odáig, hogy... Még mielőtt beszél. De keszkenőt vegyek. Nézni se bírom a kedvét. Födje be! A megbotránkozás az efféle okozza. A megbotránkozást... Efféle okozza. Efféle okozza. Ettől gerjedhetünk. Vétkes gondolatokra. Ettől gerjedhetünk vétkes gondolatokra. Csak ennyi kell. És az úr már is kísértésbe jön. És minden nincs iránt ilyen fogékony van. Na ez az. Itt van.
Ez az ember itt a tűzben, és ez okozza a vesztét. Igen. Talán egy kicsit igyekeznénk, este bemutató. Na, ilyenkor kell szépen lassan, ráérősen dolgozni. A sietség a legrosszabb. Mit mondok? Ha én velem beszél. Ha én velem beszél. Tempó. Tempó. Ha én velem beszél, beszéljen Jámbor abban, vagy itt hagyom magát ebben a pillanatban. Asszonyom, mindjárt idejös, kéri, szíveskedjék vele valamit megbeszélni. Kaminska asszony. Szép! Részek mondom! Beszélni akarok önnel, uram. Titokban. Jó, hogy most e helyen tárgyalhatunk nyugodtan. Az én lelkemre. Az én lelkemre is nagy boldogság kerül, hogy együtt lehetünk kettesben, egyedül. Kaminski úr! Itt már leskerődik, és ettől kezdve intenzíven hallgatózik. Tudod, hogy miért kell hallgatóznak? Kérem? Hogy miért hallgatózol? Hát mert így van megírva. Mert gyűlöli Tartuffet és bizonyítékokat gyűjt ellene. Mert szerelmes fiatal mostohanyjában. Ez nincs benne a darabban. Benne van, orgon mondja ki később. Én? Negyedik felvonás, harmadik jelenet. Inkább ezt a jelenetet folytassuk. Kérem, viszonyod van a mostohanyjától. Nekem? Igen, itt van Orgon, szolgálatára, de nekem elég a látszat, mert az a gazfiam... Tudom, kedves magának! Na téged a féltékenység kényszerít hallgatózni. Nem mindegy, így is úgy is hallgatózik. Nem mindegy! Én Tartuff elég régen élek már a családban ahhoz, hogy minden titkokat ismerjem. Tudom, hogy Elmira csalja a férjem. Mi? Hogy én csalom a férjemet? Igen. Nem. Vagy legalábbis szeretném megcsalni. Ez fantasztikus. Ennek semmi jelentősége sincs. Már hogy ne volna? Ja, értem. Ön ebből szűrire, hogy én, azaz Elmira, megkörnyékezhető vagyok. Talán. Ezt majd meglátjuk. Nem biztos. A minden esetre az a fontos, hogy maga nem szereti a férjét. És Orgon ezt érzi? Különben miért szeretne Orgon én belé? Én? Hát igen. Mitől imádsz engem annyira? Mert vak vagyok. És félsz? A ládikába zárt illatok miatt. Aki fél, az kénytelen korlátlanul megbízni valakiben, akárkiben. Különben megörül. Igen, de Orgon nem csak bízik bennem, hanem imád is. Mint az apját. Mint egy isten. Miért? Mert elvakultnak írta meg Bolyer! Nem vakulunk el csak úgy! Téged nem szeret a feleséged. Túl fiatal hozzád, és csak érdekből ment hozzád, és csal a fiatal, vagy legalábbis meg akar csalni. Nem szeret a fiat, mert a betétársad. Nem szeret a lányat, mert szeretője van. Balé? Neked nem marad más, csak én. Tartu, az ember. Csak a szeretettől képes elvakulni, vagy a gyűlölettől. Pardon? De engem Elmira szeret. Végig hű marad hozzám. Ez így van megírva. Elmira átlát Tartuff furfangjain. Jó, nézzük meg egy kicsit később. Ugyanez a jelenet. Kicsit később. Igen, ön nem vágyódhat. Elmira, ön nem vágyódhat. Tudom! Ön nem vágyódhatik, tudom. Földi dologra. Földi dologra! Ne higgye, nincs az én szívem külből faragva. Szerelmünk, mely az örök szépségre gerjed, nem tiltja a múló széphez vonzó szerelmet. Érzékeinket is könnyen ragadja meg az Isten képe, a tökéletes reme. A legszebb nőkben is az ég visz fénye csábít. De önben tárja fel legtitkosabb csodáit. És arcára olyan szépséget vetített, mely elbűvöli a szemeket, szíveket, s ha önre néztem, a halandó földi bájban a természet örök teremtőjét csodáltam, saját ábrázatát mintázta meg az ég a képen, mely után szívem epedve ég, féltelenül. Hogy a vágy, mely titkon égve keletkezett talán a sátán törvetése, és úgy döntöttem, hogy önt többé nem láthatom.
mert üdvösségemet gátolja asszonyom, de ó, elbűvölő szépség. Most már megértem, vétkes nem lehet ez az én szenvedélyem, és mert a szenvedély erényes is lehet. Ezután átadom hevének szívemet, nyugalmamat. Az önét életére bízom, mert öntől függ csupán az üdvöm, vagy a kínom. Igen, teljesen önre bízom magam, boldog legyek-e, vagy végképp boldogtalan. Köszönöm. Édesem, nem ez a szöveged. Szép gálás, vallomás hangzott el előtte. Volnál szíves a szöveget mondani? Te be kell vallanom egy kicsit, meglepődtem, úgy érzem, nem elég erős az ön szíve, nem illenik egy kicsit bölcsebbnek lennie. Ha meglátom az ön mennyei bájait, szívem behódol, és már nem okoskodik. Furcsának tűnhetik, tudom ez a beszédem. Végül is, asszonyom. Nem vagyok angyal én sem, és mégis érteni önt ez a vallomás. Szépsége az oka, tudja meg, semmi más, amint rám ragyogott ember fölötti fény. Egész belsőmet az ön rabjával igész. Ez nem így van! De így áll a szövegben, szóra. Tuss legyen! Ez nem szerelmes darab! Ez nem az Abelára Zsenovics! Ez a Tartuff! Kiforgatja Molière szövegét, ezt mindig egy gonosz felő mondja! Egy álszent! Egy sátán! Ó, sátán! Te pedig ezen nem hatódsz meg, nem bizony, nagyon jól tudod, hogy hazudsz. Hagyjál már békén! Elszakadt a cérna. Talán... rosszul olvastad el a darabot, fiam. De olvassuk el együtt. Egészen feltűnő, hogy ez a darab legköltőibb rész. Lehetséges volna, hogy véletlenül ad Molière Tartuffnek ilyen szép monológot. Nézzen tükrébe, és akkor rögtön meg. Nincs a színen tükör, fiam. Itt a tükör. Tartuff szeme. Nagyon szép szituáció, nézzen tükrébe, és akkor rögtön megérti, hogy vak én se vagyok, mert hús és fér a férfi. Emberi gyöngeség, ez ne ítélje meg határt nem ismerő vad szenvedélyemet. Tartuff igazat mond, egyébként végig igazat mond, mellesek ő a legszenvedélyesebb alak a darabban. Ha nem így lenne, akkor nem volna megleshető, és nem volna leleplezhető, ha nem volna szerelmes. Elmirába akkor megelégedne Orgon vagyonával, és ha Elmira nem érezne viszont, akkor azonnal rohanna, és elmondaná a férjének. De nem rohan, és nem mondja el, Damisnak kell közbeavatkoznia, nem anyám? Ja, igen, nem anyám, nem ez, nem maradhat titok. Nem! Nem! Anyám! Ez nem maradt a titokban. Mindent hallott, amit napnál világosabban. Fel a jóságos ég. Működött közrei. Tán a jóságos ég működött közreit, hogy tönkretegyem egy áruló cseleit, és hogy az ég maga rajtam át bosszút álljon a pimasságon, és ilyen képmutatáson. És apám ismerje meg a gazembert, aki magának mer, anyám, szerelmet vallani. Nem, Damis, nem, nem. Nem. Jobb, ha a bölcsebb úton megindulok. És bocsánatomat megérdemli ezentúl. Hol volt Tartuff vallomásában pimasság és képmutatás? Hol volt? Kit árult el Orgont? Nem! Saját magát, mert őszinte volt. Ez a tragikus vétke. Meg se próbál tagadni ebben a jelenetben, meg se mukkan, meg valóban kiadta magát. Már megbocsásson, mester, de az első két felvonásban elég sok rosszat elmondanak Tartuffról. Elmondják, milyen pimasz és képmutató. Igen, igen, kollég úr, elmondják, és valóban Tartuff ilyen is, de most jelenik meg először, és azonnal egy szép lírai, szerelmi vallomást ad neki Molière.
Nem különös? Jaj, de nagyon is. A mester valóban mester, ilyen csavarja a szót, de azt mivel magyarázza? És kérem, magyarázza is el, mert úgy látszik, hogy mi buták vagyunk, és nem tudunk olvasni. Igen. Hogy aztán tár, minden gazságot elkövetünk, mert az első két felvonásban vádolták. Nagyon jó kérdés. Kinek van tippje, gyerekek? Bosszúra. Jogos bosszút, mert a legőszintén érzelmét használták... Azt fogad a pofáját! Érje meg a saját tártukét, jó? De itt egyelőre Molière-ét próbáljuk, és nem a magáit. Bacsej, Ribák úr csak Molière darabjáról gondolkodik. Bátorkodnék, az ezt követő jelenetre utal. Befejezhet? Tehát bátorkodnék az ezt követő jelenetre utalni, ugye itt áll Tartuffe és Elmira Damis által leleplezve. Ekkor jön Orgon, és Damis mindent elmond az apjának, amit látott, mire Elmira dühös lesz, gyanúsan dühös. Igen, igen. Én nem tudom, ez sok hiú beszéd, miért zavarja meg egy férj nyugodt eszét? Mert nem ilyesmitől függ a mi büszkeségünk. Csak azt kell tudni, hogy ellene mivel élünk. Én így vélekedem. S ha rám hallgat, Damis, hallgatott volna az ilyenről maga is. És elrohan. Lehetséges ez? Mit hallgó nagyisten? És én csak itt kezdtek alaposkodni, azzal, hogy mindent bevallok, de túlzott önostorozással. Ó, testvérem, igen! A bűnöm! Feneketlen, igen! Bűnös vagyok! Nyomorú, zaklatott! Aljas valók nevők között a legnagyobb, minden pillanatom új bűn! Nyomokban, romokban élek, mocsokban, lelkemet ellepi gennyes rohadt fekét. És a nézőben még él Tartuffe előző vallomásának szépsége. A néző nem érzi ennek a szerelmét, mert Molière se tartja annak. Én a nézőkejében annak drukkolnék, hogy Tartuffe vágja ki magát. És ki is vágja. Mert én jó hiszemű vagyok. Ettől vagy nevetséges. Közönség az én pártomon áll. Rajtam nem fognak nevetni, azt garantálom. Hát azért nagyon furcsa, hogy Orgon nem a feleségére gyanakszik és haragszik, hanem Damist fenyegeti meg azzal, hogy kitekeri a nyakát. Az az Orgon, aki pár jelenettel később elmondja, hogy tud róla, hogy az a gazfiú kedves a feleségének. Ha Tartuffe önostorozása túlzott, akkor legalább annyira túlzott Orgon dühe. Vannak a szemben megvan, hát ettől jó szerep a tiéd. Valójában Orgon a főszereplő. Hát igen. Köszönöm. Gyönyörű, mély, bonyolult lelki életet vázolt fel itt a mester minden szereplőben. Nagyon izgalmas és tanulságos. De nincs az a társadalom, amely képes lenne feljátszani. És nincs az a közösség, ami mindezt odalentről fel is tudná fogni. Honnan tudod, Bacsej? Soha meg se próbáltuk. Talán még nem. Talán nem volt át sem időnk, sem tehetség. Lehet, hogy szegény közönségünket bonyolult és mély színdarabok unalmas és lapos előadásaival gyötörnek. Talán ha Boguszlavszky úr itt élne közöttünk, és minden bemutató előtt hetekig tanítana minket darabot olvasni, és szerepet elemezni, akkor talán megokosodnak. Igen. Némi. Csak úgy azonban Boguszlavszky úr hamarosan elhagy minket. Ó, igen. Úgyhogy én nem is kérek tőle mást, mint hogy este szépen játsza végig a szerepét. Ő bizonyára zseniális lesz. Mi hozzá képest dilettánsok leszünk, de ezzel az ő nagysága csak még inkább kiugrik valamennyünk legnagyobb örömére. Igaz? Igen. Na ugye. Én csak akkor arathatok sikert, ha van mit és van kivel játszanom. A mester egyedül is képes rá. Nem, fiam, egyedül nem vagyok rá képes. Ha nincs kihez őszinte szerelmi vallomást intéznem, akkor az őszintesége bamis lesz. Nem lesz köztem és köztetek kapcsolat. Te, itt fiam, mint egy rendező szerepéből tündökölsz. Az a jó rendező, aki a színészeiből valami mélyet is igazat csal elő. Ez a te feladat. Örülj neki, hogy van néhány színészed,
aki őszinte értelemre képes a színpadon. Nehogy azt így a mester, hogy ezt a gyönyörű őszinteséget odalent is érzékelni fogják. Milyen alapon becsülöd le te a közönséget, amely eltart téged? Azt hiszed, nem tudom, hogy rám való tekintettel tripla áron adtad el a jegyeket? Édes fia! A színpadon semmi nem számít, sem a szép hang, sem a jó megjelenés, sem a szakmai tudás, sem a rutin, mert csak egyetlen egy dolog hat a közönségre, az őszinteség. Azt fiam, mindenki, a legműveltebb és a legbutább közönség is csalhatatlanul megérzi a színész egyetlen művészete, az, hogy képes az őszinteségre. És aki erre nem képes, az... Az a te szerencséd, jó a társadalmat. Én nem azért jöttem, hogy jól akarok játszani. Én a pénzért jöttem, amit egy szerep ledarálásáért kapok, de ilyen társulatban még sincs hozzá pofám, az az igazság. Hány óra? 4-2. Csú, szorít az idő! Ezzel talán a mester is egyetért. Jól vagy rosszul, de este elő kell adnunk a tártüföt, amely a mester jutalomjátékos, amelyet a mester először játszhat el életében, ami szinte rá van írva, hogy én harcoltam ki a mester számára, az most mellékes. Végül is a siker, ha lesz az enyém is, úgyhogy folytassuk. Szövegösszemondást kérek, és nem átérést. És a mozgások rögzítése. Kínos lenne, ha este a mester beleütközne a többiekbe, vagy ha kiderülne, hogy a mester végig se olvasta a szerepét. Jó, eljátszunk. Ezért fizetsz, de előadás után azonnal indulok, legyen itt a postakocsi. Hová? Itt lesz a postakocsi. Kérem, az előadás után maradjon még egy kicsit. Talán azért annyira nem sért. Akkor lesz a fogadás a színpadon. A gubernátor személyesen fog kezet minden szereplővel. Úristen! Szorít az idő, sajnos. Ez rendkívül jelentős aktus. Az itteni lengyelség színészeink révén első ízben fogad kezet a cár gubernátorával. A mester Varsóban bizonyára magasabb méltóságokkal is kezelhet, de nálunk a gubernátor nagyobb úr, mint Varsóban a nagyherceg. Személyesen tőle függ sok ezer lengyel sorsa. A hangulatától. Gondolja meg, mester. És gondolj meg azt is, hogy a gubernátor személyesen engedélyezte önnek a tártüfüt. Nem kértem rá! A készfogót se kértem, a nevét se tudom. Úgy hívják, hogy... Nem érdekel, hogy hívják! Én játszani jöttem, nem pedig reprezentálni. Itt mester az egyik, nem vagy a másik nélkül! De gondolja, a fogadásom alól részvételért külön feléti díjat fizetek, mennyit parancsol? Nekem csak a színészetem eladom. Érdekes felfogás. Én őszintén szólva... Őszintén? Jó színész az idő. Én sose láttam játszani a mestert. Én a nagy nevet hívtam meg vendégszerepelni. Én, mester, őszintén szólva a nagy névért fizetek. És a nagy névre jön, de a közönség is, nem pedig az ön színészi tehetségére. Bármiszoros kapcsolat van, vagy volt is az ön neve és tehetsége között. Önnek a neve leadó, mester! Én Varsóban azért illegetem magam olykor a gubernátor szeriségek előtt, hogy engedjenek játszani. De itt? Ahol semmi hasznom belőle. Miért nem próbálunk, gyerekek? Tessék dolgozni mindenkinek, az igazgató úrnak is tessék dolgozni, az is tenni neki, ha előadást akar. Na gyerünk már, gyerünk! Hatodik jelenetre tartottunk, nem? Honnan megyük? Megyük a hetedik jelenettől, amikor egyedül maradok Orgonnal. Jó, mert a hatodik végétől mondom, ahol kitagadom a fiamat. Jó. Mondhatom? Igen, felülre. Itt nincs többé helye. Azonnal takarodj. Visszatérni nem el, színedet se lássam. Jó, indulok, de rá! Nincs mit keresned a házban. Kitagadlak, bitang! Rögtön hordd el magad! Nem kap semmit, csupán apai átkomat! Tempó, tempó! Kinek? Hogy egy szent emberen
ilyesmit elkövessen! Elszenvedésemet bocsáss meg neki, Isten, ha tudná, hogy nekem mekkora kint okoz, hogy testvérem előtt rágalmaz a gonosz. Szörnyű! Hálátlanok mind és e gondolatra. Lesújtott lelkemet a kín majd széthasítja. Borzasztó fájdalom, a szívem úgy elszorul, hogy bele is halok, tűrnöm kell szótlanul. Miért is kíméltek már sajnálunk az ember? Miért nem vettek adon itt két kezemmel? Látom, hogy itt milyen komoly bajt okoztam. Fivérem, azt hiszem, ideje, hogy búcsúzzam. Nem maradjon itt! Nem élem túl, ha elhagy! Jó maradok, ha bár a tűrés kínja túl nagy. Kényes a becsület, kötelez a barátság. Elkerüljük a pletykács a gyanú árnyát, kerülem itt vesítésbe, le ön se lát. Nem! Találkozzanak! Csak nem. Én ide jövök. Miért? Azért, mert itt nekem jó! Jó, menj át! Nem! Találkozzanak, csak beszéljen a világ! Csak örülök, ha az embereket dühítjük, s inkább azt akarom, mutatkozzanak együtt! Sőt, mással fogom őket dühíteni! Ön lesz az örökösöm, de az egyedüli, nem is halogatom tovább, nyilvánítom azonnal, s megajándékozom önt egész vagyonommal, egy hű és jó barát, akit nőül veszek! Mondjak? Nem kedvesebben, mint asszony szülő, gyerek, nos hát, elfogadja el, amit önnek kínálok. Isten akarata, ez az, amit kívánok. Szegény! Nem, én ide jövök, jó? Jó. Ez a jó vagy! Szegény! Intézzük el írásban az ügyet, hogy megpukkadjanak sorra az irigyek! Igen! Fantasztikus szerep ez az orgon. Te ilyen hülye, elvakult pasas, isteni ez a főszerep, pacsel. Minek örülsz itt a végén annyira, amikor rám testálod az egész vagyonodat? Kérem? Hát, hogy megpukkadjanak sorra az irigyek, ha! Én a helyedben egyáltalán nem örülnék. Tehát azt mondom, hogy dühíteni fogom őket, és meg is teszem. És ennek ez a hülye orgon örül, ez ennyire hülye. Nem, inkább szerencsétlen hinni akar Tartüffben. Nekiadja az egész vagyonát, mert hinni akar, vőül veszi. Jó, vőül. Nekiadja a vagyonát, csak hogy itt maradjon. Ez nem dű és nem bosszú orgon részéről, inkább könnyes szerelmi vallomás, belsőséges ima Tartüffhöz, legalábbis szerintem. Sírja! Nem találkozzanak, csak beszéljen a világ! Csak örülök, ha az embereket dühítjük! Inkább azt ne nagyon mutatkozzanak! Most jobb volt! Csináld úgy, ahogy eredetileg csinál! A mester biztos, hogy jobban tudja! Jó, menjünk tovább! Nem, kérem, tanítson, mester, rám fér! Ne húzzuk az időt! Meg akarod! Nem! Nem! Tovább! Színész akarok lenni! Itt az alkalom a mesternek tanítatásra! De már! Tompolom a kacsóját! Mi ripacs én? Senki nem mondaná, hogy ripacs! Zsarosszú a ripacs! Ne jut tovább! Te senki vagy, Jelmira fele! Senki vagy! Én! Buta! Üres! Lelke! Nem bízom! Csak telefaszkolom! Ripacs! Én 30 év szakmai gyakorlat után! Te Máb királynénak hiszel, tűr az, amit ott látod. Patkány! Országomat egy lóért! Zúg szélszak! Kosszága végre! Aki még egy szót szól, azt kirúgom! Nem értek el, hogy kicsoda! Esküszöm, most kirúgom! Úristen! Negyedik felvonás első jelenet! Rogoszki úr, fáradjon ki! Menjetek! Készüljetek! A mester jó helyen van, s a Szkivinszki úr! Ez a botrány igen a város körbejárja, s nekem elhiheti, hogy nem az örje a város! Fogaljon! A mester majd megtanulja a szövegét! Ötödik felvonás! Jó, honnan megyünk? Honnan, hogy már minden kiderült, és bejön a lojális úr! Jó, akkor a negyedik jelenet a húzásról, Juhán!
Pietoszka kisasszony, Skibinska asszony, Kaminski úr, Kaminska asszony, Skibinski úr! Mindenki! Mindenki! Ha tudom, hogy ez a fegyver van kezében, én egy zűrzavart nem keltek semmiképp sem. Aha! Orgon úr, itt egy úr. Ki ez az úr, menjen, kérdezze meg, most aztán szívesen látok vendégeket. Orgon úr nem fogad. Üdvözlöm, uram! Az ég bosszúja jön jelenségében, meg kegyetik sérjen. Engedje meg, uram, mert azért zavarom, csak hogy egy rendeletet a házon végrehajtsa. Hogyan el azért? Uram, csak semmi izgalom, egy kis felszólítás ez a hivatalom. Kirakoltatni önt s övéit, és persze minden bútort és ingatlant elszállítatni innen. Jogerős rendelet haladéktalan. Én innen el. Igen, ha úgy tetszik, uram, hiszen ez a ház már, ezt tudjuk mind a ketten, a jó úré. Felletteszhetetlen. Jól tudom, uram, egy millió miatt sem tűrne lázadás, vagy villongásokat is, mint hű alatt való és tisztességes ember elszenvedi, mint a törvény szava rendben. Viszont látásra a jóságos Isten óvja. Csaplón bele beléd, menj köve, megbízodba. Nos, anyám, látja már Tartüfsok hálátlan árulását? Úgy vagyok, mint aki a mennyből potyog a köszönöm sárba. Tarce úr! Hova már? Mari! Maria! Bocsánat, Orgon úr, de meg kell zavarnom, itt lett a fenyegető veszély rátnényszerint. A gazember, aki sokáig csalta, mint most fejedelmünk elé kialgatásra ment. Kialgatásra ment! Ez a csinál mondta már, ment! Kialgatásra ment, és előadta, hogy ön tudva rejtette itt egy felség áruló titkos... Főség áruló. Főség áruló titkos papírjait. Az ember igazán förtelmes bestia. Most a kis haladék is végzetes hiba. Nyitom a kapuban, jöjjön fő a sietség, és itt van, itt lesz majd. 1000 arany a költséget, ne tessék. Valér, ha túl vagyunk ezen, úgy értem, a túlélem, nem leszek hálátlan. Apám! Fiam! Vigyázz rá, fiam! Csak nyugodtan, megpihenhet hamar egy jó közeli lyukban, letartóztatjuk, és a percben már fog, hogy árul ezzel a fogással búcsúzol. Mondhatom, igazán dicsőségére válik, hogy miért és milyen megbízatással áll itt. Dicsőség bármilyen megbízás, amelyet az a hatalom ad, amelytől ez is ered. Arra emlékszel, a hálátlan gazember, honnan húztalak ki irgalmas kezembe? Na igen, jól emlékszem, hogy mennyire segített, de a trón érdeke áll, mindenek felett ezt kívánja, e szent függés, jogos erőszak, hogy most minden egyéb hálát szívembe folytsak, jó barátot, szülőt, feleséget, ha kell, magamat is velük áldozom érte fel. Uram, túl sok idő vészel e nyelvelésben. Hát végrehajtani a parancsot ne késsem. A börtönbe, mely lakhelye lesz ezen túl, én majd kísérem önt. És ön azonnal elindul. Én, uram? Igen, ön. Börtönbe ez hogy lehet? E kérdésre nem magának felelek. A beszédben, uram, térjen magához újra. Uralkodónkat a hazugság undorítja. Szeme az emberi szívekbe lát bele, s nem téveszti meg a csalók művészete. Állj meg! Magukhoz hátul! Mit mondtam maguknak? Mikor fordítsák be a kulisszákat? Mit mondtam részek magam? Próbálj meg, mert miért nem ülhet rájuk, amikor kell? Bocsánat! Amikor rivatul azt mondjam, hogy a börtönben, amely lakhelye lesz ezentúl, én kísérem majd önt, sőn azonnal elindul, rögtön békén fordítani a kulisszákot! Hát ahogy megbeszéltük! Megbeszéltük! Csinálj újra! Robert, maga pedig a gyertyákat! Estére meglesz. Legyenek meg most is, jelezd a gyertyákat valamivel! Rivatul! De honnan? Honnan, hogy megszólal? Onnan!
A börtönben, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem önt. És ön azonnal elég. Most! Részleg, Barna! Menjetek oldalra! Nem látni tőletek a cár! Na! Na végre! Augustászki úr, kérem, folytassuk! Mester? Én, uram! Na jó. Csináljuk meg még egyszer folyamatosan! Ribak úr! Börtönben, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem önt, és ön azonnal elindul. Én, uram! Én, uram! Igen, ön! Börtönben... Ez hogy lehet? A kérdésre nem magának felelek. A veszélyből, uram, térjen magához újra! Uralkodunk, hát a hazugság undorítja szeme az emberi szívekkel. Nem mocsogjon! Nem hallani akarom! Meg a csalók művészete! Tiszta és átható szemének sugara belevatolt a szív alja zugaiba. Ő egy hihetet csaló, kit a fejedet... NEM HALLOM! Mindig más és más neveken uralkodunk, itt a hazugság visszataszít meggyűlölte gonosz hálátlanságait. Most még a legnagyobb szöntettét kiválta, és engem csupán azért küldött szolgálatára, hogy lássuk, mit ismer még a szemtelen, hogy leleplezzük itt, ön előtt, hirtelen. Verkesebb el az Istenit! Te az uralkodóról beszélsz, és tessék a pálya fele fordulni. Ott ül majd a gubernátor, mint a maga a cárja ott. Ezzel hálálja meg azt az odállást, melyet ön valaha az ő pártjára állt, és így mutatja meg, hogy jó szíve a bajban, megjutalmazza azt, ki jó szolgált a hajnám, hogy nem felejti soha az értemet, és emlékezete csak a rosszat őrzi. Nem a rosszat, hogy nem a rosszat. Nem a rosszat őrzi meg! Jó. Jó. Akkor most mindenki letérdel. A kép fele fordul. Megvárjuk. Próbálj meg a kültöt! És most, hallgatod a földnek! Mindenki! Mindenki! Maga nem! Édes Istenem! Egyedül tolom ezt a rostás hajót a sivatagban! Egyedül! Robert, fogyos! Máhogy felé fordulni! Te! Karukot kitarni! Hablokot a földre! Fel! Karokot kitárni! Hablokot a földre! Fel! Karokot kitárni! Hablokot a földre! Na, ez az! Aztán lelkes a életem, Rivák! Megvan az egyenruhája? Estére megvan. Cári egyenruhát kapsz, testőr tisztít. Úgy tetszik nem magad. És amikor azt mondod, hogy emlékezete nem a rosszat őrzi meg, ez az utolsó mondat a darabban. Egy széles gesztust teszel a képfele fordulva, ezen miatt, mint egy te vezényed a letérdelést. A tapsolat mindenki így marad. Végig! Tértem! Hány óra? Fél négy. Na, akkor meg lehet elvédelni. Robuszaszki úr, pedig megkérem, hogy tanulja a szorgalmazsonok szövegét, a sugó majd végszakos. Boldogan! Na, nem lesz ez rossz előadás! A színészei majd segítik a mestert. Minden vitán túl és fölött. Boldogok vagyunk, hogy ön itt van és vállalt a fellépést. Sokat jelentkezhetünk. Pardon. Este hatra mindenki legyen itt. Utána lezárják a színházat. Maga a gubernátor. Tessék erre gondolni. És ne tessék vitába elegyedni a civilekkel, akik csak a kötelességüket teljesítik, amikor minden zuba bennéznek majd. Aki este hatra nincs itt, azt a csendőrség vezetteti elő. Robert, ha velem jön!
Gyerekek, ha már itt vagyunk, ígyunk egyet! Remek ötlet! Engedje meg, mester, hogy kifejezzem sokat, nem egész Villa háláját, amiért volt olyan szíves és időt szakított rá, hogy nálunk is fellépjen. Színház történetünk nagy pillanat. A Tartüfőt voltaképpen én harcoltam ki a mesternek. Nekem jutott eszembe. Persze nem volt könnyű rábeszélni őket, nem volt könnyű. Itt senkinek eszébe se jutott, hogy hát mi akár meg is hívhatnánk a mestert. Én olyan köztem levélben. Igen? Hát erről nem tudtam, de az ön ajánlkozásától függetlenül nekem eszembe jutott. A gubernátor eleinte habozott. Nem tudta, jó-e neki a Tartüf, nem jó. Én kihasználtam az alkalmat, hogy ad a véleményemre, és elmondtam neki, hogy ez a darab mennyire alkalmas arra, hogy a vilnai lengyelek kifejezhessék a lojalitásukat. Ez megragadta a képzeletét. Szerencsére igen művelt és intelligens ember. Az igazgató hiába próbált volna a lelkére beszélni, ő nem ismeri a lelkéhez a kulcsot. Hát, az nem. Szörnyű, hogy a legjobb műveket is a szolgálatba állíthatják. Nincs olyan része az életnek, ami játszódik nekem. Mindig így volt ez. Gyereknek, szegény Molière is. Neki is muszáj volt ilyenre írni a végét, különben neki vége. Így is vége lett. Gyereknek, én nem tudom. Nekem még egy kicsit könnyebb is, hogy nekik se volt könnyű. Na, ez ilyen. És most úgy érzem, hogy részese vagyok valaminek. Talán ez a művészet. Dolgozni kell. Szerintem nem olyan rossz a vége. Ha szabadna megjegyeznem, el lehetne játszani egyszer ironikusan is, hogy a Deus Ex Machina csak fintor legyen. Egyszer el lehetne játszani. Egyszer biztosan. Inkább vigyünk. Isten hozta mi nálunk, mester. Fantasztikus. Fantasztikus, hogy én milyen kritikát fogok írni az előadásról. Hát ezt még Varsóban is olvasni fogják. Talán még a mesternek is jól jön majd pályájának ebben a nehéz szakaszában, amikor hát annyi felől támadják a mestert. Tudja, talán különösen hangzik, de bizonyos értelemben nálunk nagyobb ám a liberalizmus, mint Varsóban. Maga kicsoda? Hocskó vagyok. Én írom a labba a kritikát többek között. És már bemutattak a mester. Ja, pardon. Igen, lehetnél egy kicsit ironikusabb. Hát te vagy a lojális úr. Igaz, hogy te tárgyilagosan és személytelenül mondod, mert a hivatal az ilyen. De te hivatalnokot játszol. Embert! Aki élvezi a hatalmát. Aha. Üdvözlöm, uram!
Az így bosszúja érő ellenségeit önt meg kegye kísérje. Engedje meg, uram, mert azért zavarom csak, hogy egy rendeletet a házon végrehajtjuk. Én innen el. Nagyon köszönöm, mester. Bravo! Na megyek, harapok valamit. Ironikus! Mester! Nem lehetne, hogy én is beleszeressek a mesterbe? Már nem ügyeztem, hogy kártyúk be, úgy, mint Orbán, de csak egy ilyen picikét. Majd egy másik darab, jó? Úristen, lesz másik darab. Engedje meg, hogy mester, kihasználjam az alkalmat. Van itt egy ifjú hölgy. Ma este nem játszik, de roppant tehetséges. Maga kicsoda? Hocskó vagyok, én írom a labba a kritikát. Ja igen, már bemutatkozott. Te azt mondtad, hogy a díszleteket is ti festik. Igen. Ezeket is. Csak a két sast, de a két mást azt ma láttuk először. A cárt reggel hozták. Ezek. Ráadásul a képekről. És ráadásul cári tiszti egyenruhában leszek, hogy menjek ki ezek után az utcára. Komédiás vagy ez a dolgod. Tudod, hány egyenruhák voltam én már színpadon? Ha? Ahány megszállom csak volt. Mindig én voltam a saját megszálló. Én meg a legszívesebben be se jönnék a jelenet. Egyébként... Az lenne az igazi botrány, nem, hogy várják a király kegyét, az meg nem jön. Szépen egy... Ne anyáskodj a foton! Megér neked egy vicc pár év, Szibéria? Mindegy. Úgyis mindegy, hogy mit játszunk. Csak az a lényeg, hogy még játszunk. Meg, hogy itt a mester. Meg, hogy fogadás lesz utána, fogadás? Nem utána lesz. Az utolsó szünetben lesz. Mikor? Mi? Én is így értesültem, a legmegbízhatóbb forrás. Ez biztos? Biztos. Na ide figyeljenek, ember! Amióta béke van, ez lesz az első eset, hogy a gubernátor kezet fog a lengyel kultúrával. Nem várhatjuk el tőle, hogy még előadás után is itt maradjon, de első lépésre. Ez igenis jelentős. Feleségem nagyon sok ilyen bizalmas információt tud, hogy honnan teszi. Ez azért megfoghatatlan. Én például soha nem tudok semmit. Itt lesz egy csomó adjutás. A csendőrségtől, pára. Mondja csak. Hocskó vagyok. Igen, már többet között. Már bemutatkozott az igaz, amit mondanak, hogy itt csak úgy elviszik az embereket egy-két napra, feljelentés nélkül? Nem. Feljelentés az kell. Írásban vagy elég szóban is? Jaj, mester! Nagyon sok ám itt a pletyka, nem szabad mindent elvinni. De mindig kiengedik őket, ugye? Mindig. Ha a gyanú nem volt elég alap. De alapos gyanú nélkül azért beviszik őket. Nem tudom. Ebben nem én vagyok az illetékes. Beviszik. Mi az, hogy? Már a franciák is ezt csinálták, amikor átvonultam. Töltsed még! Ami van, azt most már megisszuk. Hát akkor... Kedves mester! Akkor este. Na most így úgy még egyet! Te a költet még is úgy lesz, mind örökre szép játszál, te nyílj meg, jól van már! Pillanatra, hogyha nem veszi tolakodásnak, én úgy érzem, hogy ez a közönség ez nem érteni, amit a mester szeretne. Fontos az, hogy lengyelül legyen. Nem, mert ők szerették a francia trúppot is, meg a németet is. Bohózatokat adtak és rémdrámákat. Én rég nem jártam Varsóban, de azt hiszem, hogy ez a közönség ez
Ez más, mint a varsói, itt régi módian kell játszani. Itt nem is az, hogy megmaradt valami régi, ami máshol már nincs, hanem egyszerűen csak nem akarnak változni a korral, mert ez csak rosszabb lenne nekik. Akkor fel kéne adni mindenféle emléket. Önmagukat. De az biztos, hogy aki itt jó a színpadon, az nagyon jó. És aki gonosz, az nagyon gonosz, mert így szeretik. És szép, hogy ön szerint Tartuffe ilyen bonyolult lélek, hogy szerelmes, meg bosszút áll, ez biztos így is van. De nálunk minden egyszerű. És egyértelműbb, azt hiszem, az életben is. Nálunk a mester akkor arathat sikert a Tartuffe-ben, hogyha nagyon gonosz. És hogyha még a szemét is merezgeti hozzá, akkor nagyon vicces. Mert nálunk ezt szereti a közönség. És hogyha ezt szeretik, akkor nekünk meg kell adni nekik, nem? Ja, ne haragudjon, ott zavartam, és nem is biztos, hogy igazam van. Bocsánatot kérek. Nem kell vele foglalkozni, meg van zavarodva. Mit mondott a fiáról? Járos semmit, a színházról beszél. Színházról? Mester! Köszönöm. Ez hihetetlen. Azt hittem a fiáról. Mester! Amelyik elesett? Estére bepakolok. Idehozom az utazótáskámat, elmegyek magával. Velem? Hova? Varsóba, mindegy. Lehet, hogy csak egy hétig tart. Az is lehet, hogy néhány napig, nem érdekes. Jaj, ne értsem félre. Nem akarok én főszerepet Varsóban. Én csak egy emberrel akarok élni. Legalább egyszer az életben. Nagyon megbánna. Legfeljebb megbánom. Na és? De kedvesem, az úgy van, hogy az ember a színpadon is a próbán olyasmire is képes, amire az életben talán nem. Bocsánatot kérek. Zavarok? De, hogy csak ezt még befejezem. Persze ez alkat kérdése is. Én meglehetősen őszintétlen vagyok az életben. Mélyen és szenvedélyesen őszintétlen, hogy aztán a színpadon adjam ki azt, amitől talán az életben meg is halnék. Engem azért lehet szeretni, mert nagy lettem, és azért lettem nagy, mert óvakodtam szeretni. Így ment el az életem is. Ez most már így is marad. Maga más alkat. Maga a színpadon is úgy él, akár az életben szép alkat a magáé, és sokkal szebb, mint az enyém. Alkat? Milyen alkat? Mit nem beszélnek itt alkatról? Nem megyünk enni. Menjenek! Gyerekek! Menjenek! Na gyertek szépen! Gyertek szépen! Főzök nektek valamit! Mester, maga is jöjjön! Isten ilyen főz, Isten ilyen! Lívánk hagyd azt a képet, gyere te is! Mester, mindig van valamilyen kép. De mindig van színház is. Megengedi a mester! Van nekem még nagyapámtól egy szép tőröm, amit most szeretik átadni a mesternek. Nem hiszem, hogy rászolgáltam, meg családi gyerekje is. Becsület és haza! Kérem, fogadja el! Becsület és haza. Köszönöm. Becsület és haza. Mondj csak, ne arra, hogy is hívnak téged? Antoni Ribák, miért? Antoni Ribák. Antoni Ribák, semmi. Valamiért szimpatikus vagy nekem. Örülnék, hogyha bármi történne is. Megtartaná a jó emlékezetedben. Természetes. Tudod, az jutott eszembe, jobb lenne ez a darab, hogyha egy Tartuffe monológgal érne véget, mondjuk az ő megalázkodásával. Persze ez is cselvetés, csak azért, hogy megúszza. Hát te... De tudom, hogy nem szabad beírni semmit. De hát ez csak egy ötlet. Na, gyerünk, Antoni Riba, gyerünk! Jön a vas! Na! Na! Hát nem hiszem! Hát egy ilyen! Hát egy csigó! Ja, nézd meg! Jöjjön már!
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai. Susanam. Toda Rabba. Ani ohev otach. Különben is én igen nagyra tartom az önök kultúráját. És különben is én igen nagyra tartom az önök kultúráját. Bár gyengén beszélek lengyelül, de mindent el tudok olvasni. Bár gyengén beszélek lengyelül, de mindent el tudok olvasni. Az önök gyönyörű balladái. Az önök csodálatosan szép és méltán híres balladái. Az önök hazafias költészete. Az önök hazaszeretettől átitatott és mély lelkiségről árulkodó költészete. Nem csak rám gyakorol megrázó hatást. Az egész orosz intelligencia önökre figyel. Oroszország intelligenciája vigyázó szemét önökre veti. Ifjú költőink lengyelül tanulnak. Az orosz költők legfőbb vágya, hogy megtanulják a csodálatosan szép lengyel nyelvet. Mindent megteszünk, ami erőnkből telik. Mindent megtesznek. Célunk a megbékélés folyamatának elősegítés. Meg akarnak békülni. Évszázados ellenségeskedésünk épp szűnőfélben. Oroszok és lengyelek évszázados ellenségeskedése megszűn. Hála cárunk emberséges és bölcs politikáján. Hála cárunk őfelsége humánus, bölcs. Oroszokat és lengyeleket egyaránt szerető, Oroszország és minden régiójának érdekeit figyelembe vevő, okos politikáját. Az előadás pedig. Csodálatos. Az előadás pedig csodálatos. Szinte nem is értem, miért nem engedélyeztem eddig a Tartuffe bemutatását. Engedélyeztem. Mármint ön, tábornok. Mármint, hogy én. Szinte nem is értem, miért nem engedélyeztem eddig a Tartuffe bemutatását. C'est Molière. L'un des spritz type.
Hogy tudom elmélni kellett, és az Danetti? Ez a Molière különös egy fickó, igen, van vér a pucájában. Bizár, szép ilyezni, a komplement vidé. Különös, de a darab nem teljesen üres. Elé középen maradni. Meg is gyűlt miatt a baja. Mely ez van egy tiré? De azért csak megúszta. Minden színész remekül játszik. Minden színész remekül játszik. De Boguslavski úr kivált kép. De Boguslavski úr kivált kép. Az elejétől kezdve gonosz. Az elejétől kezdve gonosz. Mindvégig visszataszító. Mindvégig visszataszító. Ellenszenves. Ellenszenves. Busztustalan. Busztustalan. Csúszómászó. Csúszómászó. Egy fél. Akár egy fél. Akár az ördög. Mint maga az ördög. Egy szóval nagyszerű. Egy szóval nagyszerű. Orosz. Már alig várom a végkifejlet. Már alig várom a folytatást. Már is folytatjuk, de megragadva az alkalmat, hogy ön itt csak nem három éve beadtam egy kérvényt, hogy némi dotációt, ha szíveskedne. Három éve? Három éve? Majdnem, még nincs három éve. Tetszik látni, hogy mint az ön érdekeit. Mi így is mindent megteszünk, oly szegény és a kivitel. Hát ez a darab is többet érdemelne. Hivatalosan is az ön színháza lehetnénk. És ön gyakrabban láthatná minket a tanácsaival. Persze, hogy aztán én tartsam a hátamat, mi? Persze, hogy aztán enyém legyen a felelősség, mi? De ez nem muszáj, ez nem lényeges, csak a dotációt, ha... Jó, megadom. Megadtam! Köszönjük tábornok, hogy lehetünk minden melegével! Csendet! Monsieur Boguslavski, excuse-moi, le maître. Megtisztelne azzal, hogy a páholyomba kísér? Merci de cette faveur. A legutább és legműveltebb is csalhatatlanul megérzi. Ugyan? Még te is jobb, ha játszol nála. Én is. Még te is. Mi van? Mi van? Mi van? Mi az, hogy neked? Robert! Igen?
van már a postadon. Már a kezdés előtt megjön. Ha vége lekíséri beültetés, megvárja, amíg elindul rögtön az előadás után, érti? Értem. Nehogy itt maradjon a nyakunkon. El is kísérhetem a város határit. Az még jó lesz. Marcell! Tessék! Valami közös ajándék kéne a mesternek. Most? Nem, de hogy előadás után a gubernátor már úgy sem lesz itt. Ő mondott ilyet? Ugyan, rá lehet beszélni. Gyerekek, erre vár. Ez a legkevesebb, amivel tartozunk neki. Én még senkinek nem fizettem ekkora összeget egyetlen fellépésért. Viszont megkaptad a dotációt. Az egy kicsivel több. Ezért nem neki tartozom hálában. Dehogy nem. Ne is játszik, jó? Hát így mi is tudunk. Marcell! Na még, ha! Jó játszik, gyerekek! És a próba? A próba? Gyerekek! Gyerekek, a próba! Az minden pénzt megért. Ne tessék nekem azt állítani. Őszintén betetszett neki tőlem. Én még soha nem tanultam ennyit senkitől. Ugyan már, üres hókusz-pókusz az egész. Elég régen vagyok a pályán, hogy... Hála Istennek, hogy még rajta tetszik lenni! Lehet, hogy egészen be vagyok rekedve? Drága művész. Robert? Igen? Ahogy megbeszéltük. Figyelj! Mindjárt kezdjük az utolsó felvonást. Ahogy a mester visszajön, azonnal kezdünk. Pietnowska kisasszony, Skibinska asszony, Salkaminska asszony. Mindjárt kezdjük az utolsó felvonást. Vas! Engedjétek a vasat! Boguszlavski, milyen szépen összegyűltek itt az ön tiszteletére. Monsenerál, én úgy vélem, hogy ma este az ön jelenléte az igazi esemény. De azért a tapsot mégiscsak ön fogja learatni majd. Én azt szeretném, hogyha egy kép más aratna itt sikert ma este. Bravo! Ön olyan jól forgatja a szót, mintha nem csak a színpadon játszaná az álszent Tartüff szerepét. A főszereplő megválasztása Kaczyński direktor úr érdeme. És azt hiszi, hogy ezzel most kisiklott? Monsenerál, tábornok úr, szeretném, hogyha baj nélkül érne véget a mai előadást. Én úgy hallottam, hogy az egyik színész, Antoni Rybaka neve, Antoni Rybaka, egy késsel akar nekirontani a képmásnak éppen a legnagyszerűbb pillanatban. Az egyenruhája bélésébe rejtette a kést, hosszabb, mint ez. Becsületes, haza, cári egyenruha, testőrtiszti. Antoni Rybaka. Feltűnés nélkül. Én mindig sejtettem, hogy a színészek ilyenek. Hogy a nagy művészek, az igaziak, azok ilyenek.
És hogy köztük és köztünk van valami mélységes rokonság. Van, tábornok úr. Biztosíthatom. Van. Művész úr, felajzva várjuk az utolsó felvonást. Ettől féltünk mi annyira? Ezt kellett nekem lenyomoztatnom? Nagyon veszélyes hírben áll. Ez? Tudja miért? Egy színész. Ez a titokzatos kaszetta! Arkas barátomé a kaszetta! Szegény, ő bízta rám még annak idején, mikor menekült, az én kezembe adta! Tudom, iratait rejti a kaszetta! S ettől függ élete, s minden birtoka! Hogy bízhattad ezt Tartuffe bonyhaira? Lelki ismereti kérdés volt ez valóban. Elmondtam titkomat, hittem árulómmal, elhittem neki, rávét érveivel, hogy az iratokat jobb, ha ő rejti el. Mert így, ha nyomozás indul meg a dologban, találok kiutat, s tagadhatok nyugodtan. Én befogadtam őt, koldus volt, nincstelen, de több áhítatos alak nem kell már nekem, ha csak rájuk gondolok. Dühömben forra vérem, s jöhet már ezután, ott ütöm, ahol érem. Azért, mert rászedett egy aljas gazember, szivár erkölcsel és dagályos kintelemmel. Hirtelen azt hiszem, mindenki ilyen, s igazi áhítat sehol meg nem terem. Apám! Fiam! Igaz-e, hogy ez a gaz megfenyegette, s ami jót tett vele, apám már elfeledte? S többet is mert, ez a rongy felpuvalkodott, s kezébe tört, apám nagy jósága adott. Igen, igaz, fiam, s a terhem már tűrhetetlen. Apám, csak bízza rám, két fülét lemetszem. Én elintézem őt, agyon csapom, levágom! Kissé fiatalos megoldás ez, barátom! Jobb lesz indulátát lecsillapítani. Korunk a rend kora. Davaj, bistro. Gyerünk, gyorsan. Kora, és nem jár jól, aki a meséket többé megsérti? De én! De te! Mit hallott? Milyen rettenetes titkok ezek? Mi történt? Buzgón befogadok egy embert nyomorában, jobban saját öcsém, az sem élhetne nálam, jó tételi minyenet, naponta élvezi leányomat, s pénzemet odaadom neki. Ó, ő ez alatt sötét terveit szőve, a bitankos ember, szemet mer vetni nőmre, birtokomból elűz, s letaszítana oda, ahonnan én húztam ki valaha. Szegény! Nem, fiam, én nem hihetem sehogy sem, hogy része van neki egy rossz cselekedetben. A jámborokat irítség környezik. Tessék, mit mond anyám, hogy kell ezt érteni? Különös életet élnek itt a tiéd, s tudod, hogy ő milyen gyűlölettel kíséri. Pah! De mondtam már, anyám! Láttam a saját szememmel! Tudod, milyen gonosz az irigy ember? Ez a beszéd, anyám! Mondhatom, esztelen! Láttam! Láttam tanulra a saját két szemem! Istenem, a látszat néha! Mindig! Gyakran! Gyakran tévútra visz, hányszor csalódhatik az ember szeme is!
Ha más gyötörne így, anyám, tudnám, mit beszéljek. De inkább hallgatok, úgy elöntött a méret. Csak visszakapta a magáét, ez szabály! Nem akart hinni, s most hitelre nem talál! Hány perc vész még kárba a vihaszta semmiségre, s legfőbb ideje intézkedni végre! A Tartüff fenyeget, nem kis veszedelem! Hogyan? Lehet-e hát, hogy ennyire szemtelen? Én nem tudom elhinni, hogy ez így mehetne végre! Túlontúl feltűnik. Hálátlan cselszem is. Csak ne bízz abban! A módot majd megleli, hogy ellened a pör sikerüljön neki! Ha tudom, hogy ez a fegyver van kezében, így nagy szűrzavart, nem keltek semmiképp sem! Orgon úr, itt egy úr! Ki ez? Ki ez az úr? Menjen, kérdezze meg! Most aztán szívesen látok vendégeket! Orgon úr, nem fogad! Üdvözlöm Önt, uram! Az ég bosszúja érje ellenségeit, Önt meg kegyek is érje. Engedje meg, uram, mert azért zavarunk csak, hogy egy rendeletet a házon végrehajtson. Hogyan? Ön azért... Uram, csak semmi izgalom, egy kis felszólítás ez a hivatalom. Kilakoltatni Önt, s övéit... Ez minden ígóságot, bútort elszállítatni innen. Jogerős rendelet, haladéktalan. Én innen el... Igen, ha úgy tetszik, uram. Hiszen ez a ház már, ezt tudjuk mind a ketten, a jó úré. Megfellebbezhetetlen. Jól tudom, uram. Egy millió miatt sem tűrne lázadás, vagy villongásokat is, mint hű alatt való és tisztességes ember elszenvedi, mint a törvény szava. Viszontlátásra, a jóságos Isten úr. Csapjon le mennyköve belém, s megbízódva. Csapjon le mennyköve belém, és megbízódva. Nos, anyám, világos-e már Tartüff sok árulása? Úgy vagyok, mint aki a mennyből vagyok a sárba. Tamsze úr! Lekésett! Ha! Orgon úr! Orgon úr! Orgon úr! Orgon úr! Marian! Marian! Bocsánat, Orgon úr! De meg kell zavarnunk itt! Mert a fenyegető veszély rákényszerít a gazember, aki sokáig csalta Önt. Most fejedelmünk elé kihallgatásra ment. És előadta, hogy Ön tudva rejtette itt egy főség áruló titkos papírjait. Az ember igazán förtelmes bestia. Most a kis haladék is végzetes hiba. Hintom a kapuban, jöjjön, fő a sietség, s itt van 1000 arany a költségekre. A sietség. Végzetes hiba. Itt van, jöjjön Hintóma a kapuban. Itt a sietség. Haladék nincs. S fő a sietség. S itt van 1000 arany a keltségekre. Tösség! Oh!
Lassan, uram! Minek szaladni csak nyugodtan? Megpihenhet hamar egy jó közeli lyukban. Letartóztatjuk. És a percben már fogoly. Áruló! Ezzel a fogással búcsúzol! Mondhatom. Igazán dicsőségére! Igazán dicsőségére válik. Hogy miért jött? Hogy miért jött, és milyen megbízatással áll itt, Úristen? Dicsőség! Bármilyen megbízás, amelyet az a hatalom ad, helytől ez is ered. Arra emlékszel-e, hálátlan gazember? Honnan húztalak ki irgalmas kezemmel? Na igen, jól emlékszem, mennyire segített. Te a trón érdeke áll mindenek felett. Ezt kívánja. Ez szent függés, jogos erőszak, hogy most minden egyéb hálát szívembe folytsak. Jó barátot, szülőt, feleséget, s ha kell magamat is, velük áldozom érte. Ön az tábornok, ön folyton üldözett. Ön előtt ismerőse káros ferde jellem. Ismeri vétkeim, ismeri cselszövésem. Minket nem ismeri, talán maga az ég sem. Ön mégis utolért. Hát megadom magam. Bármi a büntetés ellene nincs szavam, uralkodónk, kegyét terjessze ki a házra. Engem vigyenek el bilincsben megalázva, én megérdemlek minden büntetést, bármi vár. E házat pedig áldja meg maga a cár! Riba! Riba! Direktor! Hol a direktor? Direktor! Hol van a mester? Nyilván elutott!
csinálni? Mi jól játszottunk, és a mester megmentette az előadást. Nincs sehol, nincs az épületben. Persze, vártam most a kocsi. Riba, Riba, nincs sehol. Szegény fiú, minimum kivégzik. Mester, nincs az épületben, mindent átkutottak. Ez egy rohadék. Szerintem írásban határoljuk el magukat. Nem jött be, Istenkém, a mester azonnal kapcsol, ne? Ahogy ott álltam, iszonyú csönd. És éreztem, hogy jön lentről fölfelé, hogy árad lentről fölfelé valami hatalmas néma öröm. Hagyjuk már ezt, gyerekek! Magának is könnyű, magának nincs sok hátra! Gyerekek, ez pokoli siker volt. Aha. Hol van a mester? Elvitte a kabátodat! Nem baj, legalább marad rólam valami emléke. A legkevesebb, hogy bezárják a színházat. Ez a legkevesebb! Utána meg majd ránk fogják, hogy mi együtt Ribákkal! Mi miatt? Attól, hogy nem jött be? Igen, attól! Hanem azért! Ez rosszabb, mint hogyha kórusban éltettük volna Napóleont, itt a gubernátor és a... Beszélned kellene velük. Ribák érdekében. Szegény fiú biztosan elfelejtette. Elfelejtette? Én nem tudok rá más magyarázatot. És szerintem ők se tudnak. Róga? A direktor urat keresi. Botkát. Ezután a színházban szesztiralom van, világos? Megszegi repül. Rendelet. A dotációt nem mondták vissza. És nem lesz kritika. Nincs, aki megírja. Hocskó ki van rúgva. Velem csak azért üvöltöztek, csak azért, mert a színpadra állítottam a cár képét. Pedig ők utasítottak rá. És hogy soha többet különben. És velünk mi lesz? Játszani fogunk. Mindenki. Rendelet. Robert, ki van rúgva? Baruch Hashem. Amen. De miért? Honnan tudjam. Rendelet. Ha szabadon megjegyezem, nem valami kifizetődő, hogyha valaki ügyelő. És Ribákkal mi lesz? Ő hol van? Honnan tudjam. Hol van a mester? Elment a kocsiba! Látta? Láttam. A művész úrnak küldi. És azt üzeni, a harmadikon, a hetesben a csap az... Aztán felszállt a kocsira. A többiek nem vették észre, pedig mindenki őt éltette meg a direktor urat. Aztán szétverték őket, és mindenki hazament. Értettek. Engem? Igenis. Mint nemzeti hazafit kérem. Jó, megkapták tőlünk. Reszkedett az egész orosz tisztikar. Mácsek, minek erről ennyit beszélni? Minden szépen elrendeződött. Ribák, hol van? Nem tudom. Leitta magát. Hogy? Nem tudom, ők mondták, ez a hivatalos, ezért van mostantól szesztőlom. És ők honnan tudják? Ők mindent tudnak. Mester! Mester! Antoni! Hol van Mester? Mester! Maga ki van rúgva? Nem, mert mondták, hol van a mester? Elment! Mondd csak, édes fiam, ha meg nem sértelek, hol van tartta az utolsó felvonás alatt? Jöttek és elvittek. Kicsodák? Hát, ők. Csomó katona meg a civilek. Ültem az öltözőbe, berontottak, hogy hol a kés, hova dugtam. Úristen! Bocsánat, semmi baj. Milyen kés? Hát én is ezt kérdeztem. Erre kaptam az első pofont, de micsoda szerencse. Micsoda véletlen, hogy éppen akkor vittek el. Szerencse. Igen, szerencse, mert nem kellett bejönnöm a jelenetre, és most nem kell szembeköpnöm magam. Nekem egyedül nem lett volna hozzá bátorságom. Biztos, hogy elment a mester. Szeretném megcsókolni a kezét. Elment, kész, bassz. Szóval téged lefogtok. A tiszt, aki vallatni kezdett,
le van fokozva. Éppen fokozott, amikor berontott egy ezredes, ordított, letérte a rangjelzését, engem segbe rúgott, és azt üvöltött, hogy magából nem lesz Márti, nem lesz nemzeti hős, akárhogy is szeretné. És akkor kiengedtek. És számíztek Vilnából. Egy harmadosztályú hivatalnok leszek, te én egy írnok leszek Grodnóban. Reggel indul, nem? Miért pont Grodnóban? Na, de milyen volt, azt mondjátok inkább? Félelmetes volt? Tapcsoltak, milyen volt? Mindenki menni haza. Én beteg vagyok. Engem ez... Na jó. Megvisel. Menjetek haza! Jó éjszakát! Váltunk és vártunk. Vártuk azt, hogy bejössz. És? Nem jöttél. Csend volt. A mester nevetett. Vigyorgott! Gonosz győztesen? Úgy. Csend volt. Kaczynski ordított a páholyból. Aztán hátul befordultak a falak. Na muszáj volt. Így sem volt végszó rá. Hát persze, én vagyok a végszó. És? Aztán a gubernátor felugrott. Borzasztó sokáig tartott, mint a órát. Olyan csönd volt odalán, olyan csönd. Úgy örültek, örültek. És? A mester térdre vetette magát? Igen, a gubernátor pálya előtt. Igen, rögtönzött egy szép monológot a darab verselésében, hogy ő bevallja a bűneit, meg hogy a gubernátor mindent tudott róla, a bűneit. Fantasztikus. Nevettek, a gubernátor nem. Nem, az kirohant. Pont így képzeltem el. Amíg pofosztak, addig elképzeltem, hogy most jön be a mester, most mondja, most fordul felé, most nem vagyok ott. Csönd. Halálos. Csönd. Igen! Ő ezt előre tudta! Semmit se tudhatunk, biztosan gyerekek! Minek erről ennyit beszélni, minden szépen elrendeződött? De igen! És a mester számított ránk, hogy mi segíteni fogjuk. És mi segítettük is. Mert álltunk, hallgattunk, és nem csináltunk semmit. És akkor ő elmondhatta a rögtönzését, amitől még inkább. Én végig éreztem valamit. Igen. Ösztönösen. Mi nagyon jó partnerei voltunk a mesternek. Rybák kisfiam! Vannak barátaim Grodnóban. Majd megadom a címüket. Köszönöm. És most zögykölődik egy közönséges postakocsi. Hát nekem semmi nem volt, bennem játék. Még pénzt is keresett rajta. Meglátogatlak Grodnóban. Elmegyek Ferenc. Ja, csak maradj itt! Örülj neki, hogy színházban élhetsz. Örüljetek! Gyerekek, szerintem eljöhetnétek hozzám vacsorázni. Antoni, ha összepakoltál, gyere te is. Székem. Utolsó vacsora. Köszönöm.
Ne figyeljen, Rivák úr! Megmondom én magának, hogy ezt az egészet ki csináltam. Ezt az egészet a mester csináltam. Magát is ő jelentette fel egy kicsit. Tudja miért? Mert ő neki a kis ujjában van minden. Ez az egész, Rivák úr. Ki volt ezt találva? Úgy jött ide, hogy ez lesz. Így van, mert Bogusnávszki mindig ezt csinálja. Megjelenik valahol. Csodát tesz, aztán eltűnik. Hát ez a módszer, gyere menjünk. Ezek a mindenüknek vannak az emberei, akire számíthat. Itt is tudta rögtön, hogy kivel hányadánál. Mert én mondjuk a sast... Hát ha én nem fordítom be a sast, de ő tudta, hogy be fogom fordítani a sast, mert ő mindig tudja, hogy ki az ő ember. Isten áldja, Rivák. Isten áldja. Mondja meg neki, hogy ha látja. Grodnóban. Ott is! Sokfelé jár! Mindenhova elvetődik legalább egyszer! Mondja meg neki. Hogy mi tudjuk? Csak ennyit. Jó, megmondtam. Isten áld. Isten áld. Milyen rég volt, amikor én színész voltam, és itt játszott Boguszlavszki a mester. Hát, itt is jártunk egyszer?